Na hát néhány képet kerestem, és hát hadd kezdjem itt talán. Szinte világbajnoknak érezném magam, ha föl tudnám sorolni, hogy hány magyar bajnokságot nyertél. Ezen a listán rajta van, és ahogy látjuk, a barnább az a bronz, az ezüstös vagy kékes az az ezüst érem, és a narancssárga az pedig az aranyérem. És alól látjuk azt is, hogy még párbajtőr egyéniben is nyertél magyar bajnokságot. Hát micsoda érem táblázat ez itt Magyarországon, de itt kivetítettem a világbajnoki, meg az olimpiai érmeket, és ha jól utána számolunk, akkor 10 világbajnoki aranyérmet nyertél, és 3 olimpiai aranyat. Annyira meghatározó ez a szín, hogy a többit már nem is érdemes jóformán megemlíteni. Yeah. De milyen szerint, hogy azt se látom, meg ezt se látom. Meg különben megbüszkülnék tőle, de nem látom. Igen, de igyekeztem néhány más képet is kikeresni még, és ha jól sejtem, akkor ez Balca András legalább 3 évvel ezelőtt. Vagy 4. 45-50. Aztán a vívás, a másik sportág, aztán azt nem tudom, hogy ez ugyanaz a pisztoly, amit az imént említettél. Kerestem volna képet az úszásról is, de valahogy úgy látszik, akkor még nem volt divat a víz alatti kamera, úgyhogy arról nem találtam, viszont a futásnál annál inkább mutatkozik. Tehát ez volt nagyjából az az öttusa sport. Ezt azért is fontosnak tartom, hát ha fiatalabbak, vagy éppen idősebbek is nem tudják egész pontosan, hogy mi minden tartozott oda. Hogy működött az edzés? Mert ugye most beszélgetünk majd még a világbajnokságról, vagy az olimpiáról, de hát az nagyon kemény munkát kellett befektetned. Ez hogy működött? Hát mindig visszatérek oda, és valószínűleg néhányszor még elő fog fordulni, hogy amit az Isten akar, hogy csináljuk, ahhoz minden szükséges megad, az akarást is, a szorgalmat is. Nekem mindig, majd hogy nem fejemhez vágták, hogy Bandi, hát te neked milyen nagy akaraterőd volt, neked milyen szorgalmas, hogy én tapogattam magam, akaraterő, én nekem. Nekem ahhoz kellett volna akaraterő, hogy edzés helyett moziba menjek, vagy sörözni menjek. Tehát bennem nem vetődött fel, nem szerettem a vasárnapokat, mert nem lehet edzésre menni. Tehát nagy megszabadulás volt, amikor hallottam, illetve olvastam Prohászka Ottokárnak, ennek a szellemóriásnak, egy katolikus püspök volt, aki élete utolsó prédikációjában, 1927-ben, az egyetemi templomban agyvérzést kapott, prédikáció közben, másnap meg is halt, de az utolsó mondatainak az egyike így hangzott, az akarás Isten ajándéka. Tehát még az akarást is ő adja, minden szükséges kelléke. Pedig azt szokták mondani, na jó Balcókám, de hát te voltál, aki futottál meg, aki izzadtál. Persze, de ahhoz is kaptam az erőt, meg az örömet. A másik pedig az, hogy hát a klubba, a Csepel klubba edzettünk, és ott mit tudom én, voltunk 12-en, mindig ugyanazt az edzésmunkát végeztük, más klubokban is hasonló munka volt, csak ha tudtam, hogyha benne maradok a nyájban, akkor egyszer ők nyernek, valaki más nyer, egyszer én nyerek, és én pedig úgy gondoltam, hogy én minden versenyt én szeretnék megnyerni, és ez csak úgy lehetett, hogy többet dolgozok ezek, mint ők. És 1962-ben én önállósítottam magam, és attól kezdve a rövid megszakítással saját magam edzője is voltam. Sokkal többet edzettem, velem jöhetett volna, sokszor hívtam embereket, hogy gyertek, menjünk futni. Jöttek valameddig, aztán egy idő után nem jöttek, mert egyedül maradtak. Én meg mentem előre. Volt egy
egy időszak, amikor az úgynevezett alapozási munkába hétfőn, szerdán és pénteken reggel futottam 28 kilométert, az két órát, és alkonyi órán is futottam 28 kilométert. Tehát hétfőn, szerdán, pénteken összesen 56 kilométert futottam, és senki nem jött velem, meg tudom őket érteni. Viszont én úgy éreztem, hogy nekem erre a többlet futásra nem csak azért van szükségem, mert a izmokban az úgynevezett kapillarizációja hol és a futásra alkalmasabbá válik az embernek az izomzata, hanem mivel a lélek tusakodik a test ellen, a test tusakodik a lélek ellen, és ez a léleknek a tusakodása volt, ez a többletfutás. Tehát nem csak ez volt, nem csak a fizikai megváltozás, hanem a lelkemnek volt szüksége erre a többlet munkára. A Galata levélben van, hogy a test tusakodik a lélek ellen, a lélek a test ellen, és én azt mondom, hogy az a lényeg, hogy a test, a lélek hódoltsági területe legyen. Tehát a test hódoljon a lélek előtt, a lélek legyen a meghatározó. És ezért is kellett nekem a többlet munkát végezni. Hát 28 kilométer még autóval is többeknek sok. Reggel, meg este, hát még futva. Nyilván ahhoz még nem hozzájött. Nem minden nap, egy héten csak háromszor. Igen. Tehát ehhez még hozzájött az úszás, meg az egyéb gyakorlat, úgyhogy ez nagyon nagy teljesítmény volt és kihívás. Említetted, hogy Budapestre költöztél le. Talán a kezdeti időszakról, Budapestről még néhány szót tudnál szólni? Igen, egy munkásszállóba kerültem Csepelen. A gyárba dolgoztam először, mint bádogos inas, aztán mint tetőtisztító dolgoztam, napi 8 órát, a munkaidő elején, előtt, meg utána edzésre jártam. Ez elég, hogy mondjam, fárasztó volt. A Csepel gyárnak a tetejéről finom port kellett összeseperni, és úgynevezett trógliba leborítani a földre, amit az atombomba olyan füstött port eredményezett, és ott dolgoztam. De én szerintem, ha valakinek ilyen célja, vágya van, az mindent kibír egy ilyen fiatal gyerek, ilyen 18-19 éves gyerek, mindent kibír. Aztán úgynevezett ipari tanuló lettem, de végül is egy négy személyes szobába laktunk, ahol váltó műszakos emberek voltak a szobatársak. Volt, aki indult 5 órakor, jött vissza 7 órakor. Egy ilyen körülménybe kellett nekem kipírni az előző napi fáradtságot, de az, hogy én emiatt meglegyek sért, vagy harcoljak valami külön szobáért, vagy hasonló, nem vetődött fel. Ez van, ezt kell szeretni, és örültem annak, hogy fejlődök. Nagyon hamar, Pestre kerülése után, 56-ba kerültem Pestre, 59-ben egyéni világbajnokságot nyertem, második lettem egyéni világbajnokságon az Egyesült Államokban. Tehát nagyon hamar ment fel az eredményességem. És ez a megérett, 1960-ban már csapatban olimpiai bajnokok lettünk. Tehát nagyon, nagyon hamar előre jutottam. Ha jól emlékszem az eseményekre, nagy esélyed lett volna Rómában megnyerni az olimpiát, de valahogy a ló nem engedelmeskedett. Hát szegény szeret volna ő engedelmeskedni, de ha egyszer egy ló elesik,
akkor a lovas örüljön, hogyha nem esik rá a lovasra. Nekem más nem volt, nem esett rám. És a vállam megsérült. De abban nem szabad belemenni, ennek általános, hogy mondjam, érvényt is lehet adni ennek a gondolatnak, hogy mi lett volna akkor, ha nem úgy lett volna, hanem amúgy lett volna. Hogy ha Marilynnek kereke lenne, akkor bizony ő lenne a talicska. Ha nagyobbacska, akkor talán valami egyéb jármű. Nem szabad belemenni abba, hogy gondolkodás, önfertőzés. A Vörös Sándornak van egy gyönyörű négy sorosa, erre vonatkozom. Így van, hogy mert minden, ami végbe ment, azon nem másít semmi rend. Sem Isten, sem ördögök, múlónak látszik, és örök. Nem szabad belemenni. Találkoztam egy kajakos fiúval. A római olimpián 20 centivel szorultak a második helyre. És azt mondta, hogy azóta is, mit tudom én, 60 év múltával is, vagy 50 év múltával is, és azt mondta, azon jár mindig az, hogy miért nem kezdtük hamarabb egy kicsit a finish, és akkor nem ezüstérmesek lettünk, hanem aranyérmesek, és erre ébredek, és ez bosszant. Nem szabad. A múlt az olyan, hogy azt fagyasztani kell. A múltat, a megtörtént dolgot szentségi szintén kell, hogy mondjam, tartani, minősíteni. Nincs változás. Ahogy történt a dolg, ahhoz kell igazodni, azt kell elfogadni, és az, hogy váratlan dolgok vannak, véletlenek nincsenek, az mindig az ember megmagyarázza magának, hogyha ha nem így lett volna, ha amúgy lett volna, akkor jobb lett volna. Nem szabad belemenni, ellopja az embernek a személyes békességét. Csapattal megnyertétek az olimpiát 60-ban, ugye emlékszem, hogy két magyar volt az első és a második, és te a sérülésed miatt negyedik lettél az olimpián. Hát, a sérülésem miatt. Hát nekem tényleg ez meg volt írva. Ennek így kellett történnie. Én nagyon nagy, ilyen önvizgasztaló majomparádé lennék. Ennek volt nagyon sok olyan verseny, ahol viszont a véletlen én nekem játszott, hasznomra vált. Na, hát ez nagyszerű dolog, és itt úgy gondolom, hogy tanulhatunk kicsit egyszerűbben fogadni az eseményeket, amelyek körülvesznek bennünket. De majd visszatérünk még egy kicsit a további sporteseményekre is. 1962. július 1-je. Mit mond neked ez a nap? Életem azóta is legnagyobb fordulópontja. Tudjuk, én otthoni egyházam vallásos nevelésben részesültem, annak lényege az ott, el kellett menni a templomba. És egy ilyen gyerek, aki arról álmodik, hogy öltusház lesz, az bizony a templomban nem az nézi, hogy érkezzen el hozzá az ige, a döntés, stb. Hát, otthon sokat hallottam Istenről, hitről, Jézusról, Bibliáról, de amikor 18 évesen Budapestre kerültem, öltusázás szándékával, utána nem sokkal azt mondtam magamba, hogy az Isten nem létezik. Így gondolkoztak a sporttársaim, az edzőim, és nekem ebből a tagadásból az égvilágon semmiféle hátrányom nem származott. Azt gondoltam, hogy az Isten nincs, ezzel nem kell törődni, vége. Hát persze nem mondtam el szüleimnek ezt a változást, de az edzők, az edzők, akire felnéztem, azok is így vélekedtek. És ez és 62. július 1-én a Dunaparton sétáltam, Margit-szigettel általában az óbudai oldalon, és vártam valakit. Nem az jött, akit vártam, hanem egy ismerős kajakkenu edző. A motorcsónakjából a Duna felső folyásáról jött.
meglátott a parton, felismert, árral szembefordult a motorcsónakjával, tehát a parthoz viszonyítva egy helyben volt a csónak, és felszólt, hogy Bandi, telefonáltak az Újpesti öbölbe, meghalt az édesapád, ezzel a hangsúllyal. És akkor én, mint akit az ökölvívót látjuk, hogy megütik és esik össze, egy ilyen tanástalanság, ijegység, döbbenet, nem tudom, hogyan érzékeltessem ezt a borzalmat, senkinek nem kívánom. És édesapám még 55 éves sem volt még, teljesen egészségesnek tudtuk. Egyik percről a másikra szív koszorú érelmesedésben meghalt. És ez a borzalmas állapot tartott bennem. Nem lehet ilyenkor az időérzék elmúlik, hogy 3 másodperc volt, vagy 2, vagy 4, azt nem tudom. De utána egy világos, tiszta mondat, pontosan 2 szó. Nem a dobpártyámra érkezett, nem tudom, hogy milyen kommunikációs csatornával jutott belém a hír, hogy édesapám meghalt. De jött a mondat, így hangzott, Isten van, pont, semmi több, ez. És akkor én, de olyan volt ez a hang, hogy ott nem lehetett ellenkezni, hogy ilyesmi, hogy tényleg, ó, ha én ezt tudom, szó sincs róla, hatalommal szólt ez a 2 szó. Isten van. És akkor azt gondolkoztam, hogy én 6 éve itt élek Pesten, 56-tól 62-ig, és egyáltalán ebbe a tévedésbe léteznem, hogy lehetett, hogy azt gondoltam, nincs Isten. Rögtön a Bibliát elolvastam elétől végig, időben engedte, elmentem a templomba, éltem azért egy átlag élsportnak az életét, minden, sok minden jóval is, rosszal vegyült. De attól kezdve máshogy kellett számoljam a napokat, az éveket. Tehát ez volt a 180 fokos fordulat, amelynek én nem voltam erőködő és igyekező, hogy összeszedem magam és hívő leszek. Szó sem volt, egy akkora nyaklevesnek, nem tudom, minek lehet mondani, hogy nem volt kétségem. Életem legnagyobb fordulata volt kétség. Utána is voltak még fordulatok, amikor felismerések megérkeztek, de meghatározó ez a 62. július 1-i gyönyörű vasárnapi kora délután volt. Isten van, igen, és ő megkeresett téged. De menjünk még egy picit tovább a sporteseményekben. 64-ben nem voltál az olimpián, úgy tudom, hogy valami miatt kizártak, viszont 68-ban újból ott voltál, és ha jól emlékszem, csak néhány ponttal maradtél le újból ez az alapján. Ez a Marinelli kereke. Igen. Már bocsánat, mert én legalább 5-6 szempontot, ha nem így lett volna, amúgy lett volna, de jó lett volna, stb. És például a lovaglásban elkövettem egy alapvető hibát, hogy messzebbről kezdtem úgymond neki lovagolni az akadálynak. Annak a következő alatt, hogy levertem az akadályt. És azért több büntetést kaptam, mint amennyi a végén volt, amennyi a végére szükség lett volna. Tehát ez mind, mi lett volna akkor, ha nem úgy lett volna az, nem szabad belemenni. Mert volt a helyzet, amelyben nekem ebből előnyöm volt, mint a Müncheni olimpián, aztán előnyöm volt abból, hogy úgy alakultak a dolgok, hogy én nekem jutott a legtöbb pont, amit össze kellett szedni. Igen, tehát csapattal viszont megnyertétek Mexikóban az olimpiát, viszont egyéniben az a svéd versenyző végzett előtte, de utána néztem, a svédek addig, talán ez volt a 9. olimpiai aranyérmük 5 tusában, és akkor kezdett Magyarország felemelkedni ebben a sportban. Viszont Münchenben másként alakult már, és hát ha jól emlékszem, akkor valahogy ez a képe
a müncheni olimpiára utal le, valószínű a... Ezt jól látom. Igen. Nem, húnyorgott is egy. A szemem, a kopik, hát 80. életében az embernek már kicsit lehet rosszabb a látása. Igen, de végül is Isten elvégezte, megengedte, hogy egyéniben is meggyárt az olimpiát Münchenben. Én hát annak idején már sport érdeklődő fiatal voltam, és emlékszem, még a tévé előtt szorítottunk, hogy az orosz versenyző, ha nem érkezik be 20-22 másodperccel az időd előtte a stadionba, akkor már világbajnoki 200-at futva sem nyerheti meg az olimpiát. De végül is te nyerted meg az olimpiát. A mellékelt ábra is ezt mutatja. Igen, igen. Én többször jártam ott az olimpiai parkban, Németországban éltünk családommal, Bajorországban, és emlékezetes ez a hely. Nem tudom, sikerült még egyszer eljutnod oda, vagy többször is? Ha akartam, na biztos sikerült, de nem akartam. Igen, jó. Na, akkor menjünk egy picit tovább. Én fiatal diák voltam, és hát annak idején nem sokkal egyszerűbb volt a helyzete a gyerekeknek, mint napjainkban, mert általában egy tévéműsor volt, és nem kellett végigpásztázni a műsorokat. És egy beszélgetés volt a Magyar Televízióban Vitrai Tamás és Balcó András között. És én emlékszem erre a beszélgetésre, hogy te ott annak idején, a kommunizmus idején a televízión keresztül megvallottad, hogy te hívő keresztény vagy. Számomra, mint egy tinédzser számára ez egy hatalmas bátorítás volt, hogy valaki így kiáll ország világ előtt az ő hitéért. Annyit szeretnék mondani, hogy ez... Szép lett volna, ha illett volna, de nem így volt. Tudnélik, amikor célba értem, akkor, illetve kiderült, hogy nyertem, akkor nem Vitraihoz, nem Szepesi Györgyhöz felcitáltak, és akkor, annélkül, hogy én készültem volna rá, én azt mondtam, hogy kérem, az egész olimpiának a eseménysora bennem azért ilyen, mély, mert átéltem a félelem nélküli körülményt, a félelem nélküliséget, és azt mondtam, hogy állítólag a Bibliában 365-ször fordul elő, minden napra egy a Bibliában, egy mondat, hogy ne félj, ne féljetek. Tehát tulajdonképpen a félelem elől kell menekülni az embernek, mert a félelem állapotában mindannyian alkalmatlanok vagyunk arra, hogy valamit, amit egyébként tudunk, azt jól csináljuk. És ez nekem nagyon nagy tapasztalás volt, de nem volt olyan tételes bizonyságtétel, hogy mondtam volna valamilyen, ilyen, hogy mondjam, alap mondatot. Jó, oké. Én ezt jegyeztem meg, de te szerényen másra utalsz. Lepasszoltam, igen. Az olimpián vívásban valami nagyon érdekes dolog történt Münchenben. Ezt valahol hallottam már, és ha néhány szóban elmondanád még ezt, aztán majd megyünk tovább, hagyjuk ezt a részét a történetsornak. De hány kérdésed van még? Körülbelül. Hát már csak 35. 35. Na, akkor én most elmondom ezt a vívással kapcsolatos eseményemet, ahol megtapasztaltam azt, amit korábban soha, és olyan mélyen vésődött belém a tapasztalás, hogy örömmel mondom el,
hogy volt. Tudni, én nekem nagyon sokan drukkoltak 1972-ben az olimpia előtt és alatt, hogy ez a szerencsétlen Balcó mindig közel került a nyeréshez olimpián, és nem sikerült. Most már gyorsan nyerje meg az olimpiát, az gyorsan hagyja abba az ötusát, hogy ne legyen ilyen csalódott, ilyen koronamentes sportpályafutása. Mindenki benne volt. Tehát drukkoltok, tudom, hogy Magyarországon nagyon sokan drukkoltak nekem, hogy én nyerjek. És ez egy nyomás volt rajtam. Tudni, azt éreztem, hogy nagyon sok embernek a jó hangulata, ha csak 5 perce, 10 perce is, de a kezemben van, én tőlem függ. És én éreztem, hogy a tét nagyon nagy. És akkor nagyon jól ment a vívás az elején, a lovaglás volt az első szám, nagyon jól sikerült, a vívószám is nagyon jól megindult, és nagyon jól ment. És egy idő után azt mondtam magamban, ha még 2 órán keresztül ilyen jól megy a vívás, meg fogom nyerni az olimpiát. És amikor megcsillant nekem az aranyérem, akkor se kép, se hang állapot jött. Ha autóval megy az ember éjszaka, és szembe reflektoroznak, akkor utána látását megzavarja. Nekem megcsillant az aranyérem, és láttam, hogy görcsölök, és nem tudom azt csinálni, amit egyébként tudok. A víváshoz kell derülni egy játékos hajlandóság, és egy olyan állapot, amikor az ember azt mondja, hogy tulajdonképpen adom a találatot, vagy nem adom a találatot, az nem lényeges, akkor minden megy, nincs veszíteni való, és az az alappondat. Foltot tudja az ember, hogy nincs veszíteni való, mert amit úgy érzem, hogy veszíteni való van, baj van, akkor alkalmatlanná válok arra, amit egyébként tudok. És ezért éreztem, hogy nagy a felelősség, és az reflexeim elkezdtek nem működni. Görcsöltem, és csak azt néztem, meg ne szúrjanak az, hogy én megszúrjak az valakit, az már nem is járt eszembe, és éreztem, hogy beálltam a gödörbe, és nem tudom magamat felemelni a hajamnál fogva, mint Münchhausen báró, hogy kiemelem magam. Nem, mert és egyre csak rosszabb, és rosszabb, és rosszabb volt, és elérkezett egy pont, egy pillanat, amikor azt mondtam magamba, hogy ha engem valaki azért szeret, mert én olimpiai bajnok vagyok, az a szeretet nem ér semmit. Engem kell szeretni, Bandit, vagy Bandikát. Nem vagyok hajlandó tovább félni, magam részéről befejeztem. Ha nem, hát nem. Vége. És ez a változás, ez valami, nem, mindennek a felborítása, a lemondás megszületett. Zsoltárokban van egy 49. Zsoltár, érdemes elolvasni. Így hangzik, hogy akiben nincsen belátás, ha gazdag is, sorsa egyenlő lesz az állatéval. Tehát ha megjön a belátás, megjött a belátás, nem megy, erőlködök, és egyre csak rosszabbul, beláttam. És a belátást követte az őszinte lemondás a vágyott célról. És amikor ez a lemondás megtörtént, akkor jött valami érthetetlen derű, valami kellem, valami új létezés. Hát mi ez? Tehát lemondtam, befejeztem, nem, az jött a, hanem, hát nem, igen, és minden menni kezdett, csak adtam a találatot, és nem kaptam a találatot. Ez egy érthetetlen derű. Honnan van ez a derű? És akkor tudom, hogy minden ember lénye mélyén van egy trón. Minden azon múlik, kitartózkodik a trónon. Az esetek nagy többségében mi magunk pöffeszkedünk ott. Majd én azt megoldom, én azt elintézem, ehhez nem kell nekem, ez az Isten, majd megoldom a dolgot. Mi ott vagyunk, és amikor az ember magába csalódik, csalódtam magamba. Azt hittem, ügyesebb vagyok, rátermettebb vagyok, rájöttem, hogy nem vagyok rátermett, ügyetlenebb vagyok, beláttam, és
mikor ez megérkezik, ez a belátás, az ember a trónról le kell szálljon, majd, hogy nem, le kell kotródjon, ha akar, feladta a büszkeséget, és akkor ott van a belátás, lemondás megtörtént. És ez a feltétel annak, hogy a trón megürüljön, és az Isten elfoglalja lényünk mélyén az egyedül őt megillető helyet, és ő abban a pillanatban fizetni kezd. Az ő fizeté eszköze nem egy Mercedes, nem egy kis nyaraló valahol a Dalmát tengerparton, közel a vízhez. Nem, nem Józsi keze vagy Rózsi keze, nem. Az Isten fizető eszköze az az állapot, amelynek a keresésére és következésképpen megtalálására rendelve vagyunk. Az az állapot lesz ura az emberen, az a derű, az a teljesség, amire Jézus mondta, elközelített a mennyeknek országa. Ugyanis a mennyeknek országa nem egy szöges dróttal elkerített terület, mint a 80 hektár a stratoszférába, ahol Szent Péter áll az ajtóba, és ajtót itt valakit beenged, valakit visszaküld a földre. Nem. A léleknek az állapota, a léleknek az állapota, ez a mennyeknek országa. Attól reméljük ezt a boldogságot, ami a vágyainkban van. És a teljesült vágyakban mindig csalódunk, mert nem adja meg a teljesült vágy. A siker nem adja meg azt az állapotot. Az állapotot az az alázat adja, amelyik nem megalázkodás. Az igazi alázatnak párosulnia kell a méltósággal. Amikor azt mondja, hogy alázatosnak lenni, mindenki azt gondolja, hogy ilyen nyambat vagyok, igen, hát én nem érdemlek semmit. Nem. Méltóság és alázat együtt kell működjön. És amikor ez megérkezik, megértettem. Ha nem, hát nem. És akkor jön ő a fizetőeszközzel, azzal az állapottal, amire mondja Jézus, elközelített a mennyeknek országa. A léleknek a vágyó állapota, amelyben az ember mindent jól csinál, hibátlanul, de nem érdekli. A szeretetet állapotszerűen éli az ember. Másképp szól, beszéltem a sisak alatt azzal, akivel szólítottak. Nem hallotta ő se, meg a zsűrielnök se, aki hallgatta, de beszéltem hozzá. Volt egy amerikai, ilyen jókötésű, Richardsnak hívták, szőke, legény, ilyen katonember volt, és ilyen hangos szavú katona volt, és vele szólítottak. És akkor halkan mondtam a sisak alatt, hogy gyere szép szőke hercegem, gyere közel, de ne menjél, ha mert elmész, akkor nem tudlak megszúrni. Vesztére előre lépett, szekond, puf, ott a hasába, édesapám, gyere, adj egy ötöst ide a kezembe, eredj haza Amerikába, gyakoroljad, lehet még belőled jöjtusát, de most véletlenül én adtam a találatot, ne haragudj. És ezzel a derűvel, ezzel a megszabadultsággal éltem, léteztem, de gyönyörűen ott van megfogalmazva, hogy megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. Minden gondom, keservem az Úrnak átadom. Ő hordja minden terhem, eltörli bánatom. Másik gyönyörű énekben van, így van, hogy vágyat, célt a múltnak adtam, nincs már bennem vakremény. Mégis gazdag Úr maradtam, Isten és a menny enyém. Adi azt mondja, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Ez az, ezt az állapotot kerestem. Tudjuk, Nyíregyházának 16-7 éves senkiházi
azt gondoltam, hogy én ötusában nyerek egy világbajnokságot, életem végéig olyan boldog leszek, hogy azt tőlem soha senki nem fog tudni elvenni. És 1961-ben az ötödik egyéni világbajnokságot is megnyertem, egymás után következett. És utána egyel többet, mint bárki más a világon azelőtt. És akkor sikerült az ötödiket is megnyerni, jól el voltam, ott az ötusos sportot feltételezem ilyen gúlának, a tetején ott ültem, könyököltem, igen, ha valaki akar leelőzni, akkor kell legalább öt világbajnokságot nyernie, nem lesz neki könnyű dolga, hogy jól el voltam, elmúlt egy hónap, elmúlt két hónap, és az a teljes és maradottan boldogság, amit én egyetlen egy árva világbajnokság megnyerésétől reméltem, az ötödik után sem volt a birtokomba. És akkor rájöttem arra, hogy a vágyott siker teljesülése nem adja meg azt az állapotot, amely után vágyódunk. A vágyok hamis istenek, a vágyok becsapják az embert. És akkor rájöttem arra, hogy nekem ezt a felfedezést el kell mondani embereknek. Nem baj, ha vannak vágyaink, céljaink, reményeink, de ne váljuk tőle azt az állapotot, amelyre, amit már említettem, amelynek a keresésére és megtalálása rendben vagyunk. Ott máshol van, amott van, ahol elmondtam, ott van a találás. Úgy gondolnánk, hogy a emberileg nézve a sikerek után a társadalomban megbecsülnek. Én annak idején feleségemmel együtt megnéztük azt a filmet, amit kezdtek vetíteni a moziban. Az volt a címe, hogy Küldetés. Nem tudom, hogy hányan látták, talán többen is látták ezt a filmet. Az interneten még mindig meg lehet tekinteni, tehát egy nagyszerű lehetőség. De ott úgy őszintén elmondtad abban a filmben is, hogy milyen kemény munka volt, de azt is, hogy hát egyszerűen félretettek. Ez a félretétel, ezt hogy élted meg? Két diplomát szereztél közben, és félretettek. Az, nem tudom, a második diploma az mi volt, az egyre emlékszem. Jó. Akkor ezen az alapon lehet három is. Jó. De, hát őszintén szólva rájöttem egy idő után, hogy nekem várakozni kell, hát ha egy ilyen léptékhelyes alkalmazásba vehetek részt az ötusos sportba, amiben úgy gondoltam, hogy használva tudok lenni a sportágnak. És láttam, hogy azt sem mondták, hogy bikmag vagy gyere be, te szerencsétlen, és akkor az nem vetődött fel bennem, hogy elmenjek nyugatra vagy más országba edzősködni, az nem vetődött fel. Viszont elmentem olyan tevékenységbe, ami az öttusán belüli volt, de nagyon mélyen, belovaglónak mentem. Belovagló az, aki edzésre és versenyzésre lovakat tud alkalmassá lovagolni. 3000 fontos fizetésem volt, kaptam, és a Fülművelési Minisztériumnak az alkalmazottja lettem, és naponta 5 lovat kellett lelovagolni, csiszolni, idomítani őket, és ezt csináltam 6 éven keresztül, várva arra, hát ha valamelyik sportfeltő a homlokára ült is, azt mondja, hát próbáljuk meg ezt a balcót alkalmazni. De mai napig ilyen nem történt meg. Egyébként, hogyha jönne, akkor hát most már mit tudnék csinálni, hát már a sportág rég megváltozott. Tehát nem kerültem sorra. Mikor 1983. szeptember 13-án otthon voltam, és nem csináltam semmit, vártam, vagy ültem ott munkámból hazatérve, és egyszer csak valami érthetetlen derű rám települt, vagy nem tudom, töltött el. És az volt, hogy
abba kell nekem hagyni ezt a belovaglást, egy ilyen portási vagy takarítói szint volt az ötusának az egészében, hogy ezt nekem ott kell hagyni, mert valami lejárt. És akkor elhatároztam, hogy nem várok tovább. 10 évig vár egy mennyasszony a vőlegényre, akkor, és nem látogatja meg a vőlegény a mennyasszonyt. A jegygyűrűt vissza lehet küldeni Józsinak, hogy adjad másnak, vagy bármit csinálj vele, de én nem én döntöttem szinte, hanem öröm volt bennem, hogy leadom a szerelésemet ott a munkahelyemen, és kijelentem, és amennyire lehet ezt nyilvánosságra hozom. Egy év után volt módom ezt nyilvánosságra hozni. Vagyis azt, hogy életem hátlajövő részében az ötusos sporttal foglalkozni nem kívánok. 10 évig vártam, nem kellettem, az én életemből ennyit szántam arra, hogy nem mondják azt, hogy megsértődtem, mert könnyen összetévesztik az emberek az elvtelen megalkovást és a kompromisszumot. Össze-vissza cserégetik. A kompromisszum az, amikor valami egyességet kötünk, és valamiről le kell mondanunk az egyesség érdeke, a megvalósulás érdekébe. Az elvtelen megalkovás az pedig az, amikor a lelkiismeret szerint valóból valamit lelopunk és megváltoztatjuk, és a lelkiismeretünk rovására kötünk valamilyen alkut. Ez a belovaglás az nem volt, sokat kellett leadnom. 3000 forint a végén, 5 év vagy 6 év után felemelték a fizetésemet valamennyivel, de hát nem olyan, tehát nem anyagi kérdés volt az én, hogy maradok vagy nem maradok. Befejeztem. Olyan öröm töltött el, hogy el nem tudom mondani. És kompromisszumból nagyobbat kötöttem, mint amennyi szokás volt. És akkor magam részéről befejeztem, és tulajdonképpen a Küldetés című filmmel jártam az országot, azóta a foglalkozásom, nagyon sok helyre elmentem, és ottan én szerintem lényegi kérdéseket vezettem fel. Volt, ahol már letiltottak, azt hazudták, valamelyik faluba, hogy Balcó nem akar jönni, hogy nem engedték a hatóságok, hogy oda menjek egy ilyen úgynevezett élménybeszámolóra. De nagyon örülök, hogy úgy alakult az életem, ahogy alakult, máshogy alakult, de úgy látom sokkal jobban. Nyilván még sok kérdés lehetne ezzel kapcsolatban is, de ez azt mutatja, hogy aki elindul Isten útján, nem megy minden simán feltétlenül. Vannak kihívások. De nézzük a következő képet. Hát ez is olyan, hogy... Igen. Csak ezt te valószínű... Te valószínű nem mondanád el, de a feleséged is olimpián érmet szerzett, a müncheni olimpián tornában bronzérmes volt a csapattal. Hogy ismerkedtetek meg? Tatán edzőtáborban, Tata bánya mellett van Tata. Uh-huh. És egy régen működő edzőtábor. Sokféle sportágnak a tagjai vehetnek ott részt, szállás, világítás, koszt, edzés lehetőség, és ötusázók is voltak. És volt egy időszak, amikor a tornászlányok is ott voltak, és mi vacsora előtt, vagy vacsora után bementünk a tornászlányokat nézni, hogy bukfenceznek, röpködnek ottan a levegőben, meg gerendán bűvészkednek, és sorba álltak a lányok, sorba vagy 8-10, és egy valami gyakorlatot kellett csinálni, mint cigánykerék, arábel, hátraszaltó, és az edző ott állt mellett, és amikor vége volt a mutatványnak, ment a helyére, a sor végére, a következő, és ez így ment, így. És mindegyik nagy lány, ő 17 éves volt akkor,
grimoszolt valamit a földre érkezésnél, valamilyen pofát vágott. Egy volt köztük, a kék dresszes, az nem grimoszolt. És egyébként is olyan szemrevalónak minősült, hogy mondjam, a véleményem szerint, és néztem, és akkor az edzőtől, akit jól ismertem, kérdeztem, mondta, te Sanyikám, az a kék dresszes, az kicsoda. Hát mondta, hogy az egy ötgyerekes hívő katolikus családnak a legnagyobb lánya, ügyes, de itt valahogy valamit kifogásolt rajta. A kifogása nem változtatta meg az ízlésemet. És másnap jött, volt valami esztrád műsor az egyik tornaterembe, széket beraktak, és voltunk vagy 150-en, minden sportágból, és én úgy igyekeztem, hogy a kék dresszes mellé ülhettem le, és akkor megkérdeztem, hogy ha Pestre visszajön, akkor meg én is Pestre, meglátogathatnám-e, és hogy sétálnánk-e. És akkor mondta, hogy semmi különös, elmondta a telefonszámát, úgy bevésődött az akkor 6 szám volt, lehet, hogy most is, hogy azt nem tudtam elfelejteni. Pestre visszamenve elmentem hozzájuk, és mondtam, hogy hát szeretnék Monikával sétálni, most van, nincs akadály, elmentünk, és akkor néhányszor találkoztunk így, a Városmajorba sétáltunk, vagy Moszkva tér környékén, és akkor mindig szépen hazament, még az, hogy megfognak kezét, vagy semmi. És beszélgetés. És fiúk, figyeljetek oda! Egy idő után úgy éreztem, hogy a vonzódás egyoldalú részemről. És akkor azt mondtam, hogy hát ezt nem szabad erőltetni. Két oldalú kell, hogy legyen a vonzódás. Leálltam szépen, mint szódásló a kocs mellőtt, meghajoltam. Nem jelentkeztem. De ebből nem lett semmi baj, nem volt olyan telefon, hogy miért nem hívsz, vagy hasonló. Így telt múlt az idő, és egy alkalommal az olimpián részt vettek érmeseket, egy ilyen alkalomra összehívtak valamilyen intézménybe. Én elmentem, de Monika nem volt ott, viszont a sportásnője, akivel naponta találkozott, az odajött hozzám, Ilike, és azt mondta, Bandi, hát mi van Monikával? Mondtam, hogy mi van Monikával? Hát olyan szekrő után nem szabad szaladni, amik nem akar felvenni. És tudtam, hogy egy óra múlva Monika ezt hallani fogja. És Én a vészati. Tehát ez a titkolózás volt, ami általános a hölgyek között, ugye? Tehát tudtam. És hát, de az, hogy valami viselkedett bennem, hogy mi van, mi ez, hogy miért kérdezi azt. És akkor furcsa módon a későbbi apósom telefonált, hogy szeretne velem beszélni. Új, Bandika, hú, itt valami rongyos anyag roppanak, szeregelnek még a vitézsül, valami. És hát akkor én mondtam, hogy szeretnék találkozni, hol találkozunk, elmentem, és főkönyvelő volt, ilyen apró betűkkel kérdések voltak még felirat, mint feltette, én válaszolgottam jámborul, de az a furcsa méltóság, ami akkor rajtam volt, azt nem tudjátok elképzelni. És lényeg az, hogy aztán Monika, ez a két ünnep között volt, a karácsony és a az új év között. És aztán hívott Monika, hogy szeretné velem találkozni. Hanem az történt, hogy apósom mondta neki, hogy kislányom, 16 év különbség van, sok.
nem, ebből nem lesz jó. Hát 16 év az sok. És hát ő, aki az apjának engedelmes lánya volt, megértette. De jött a karácsony, amikor már elfújták a gyertyákat, mert mindenki sejempapír zizegett, és mindenki nézte az ajándékot, vagy ajándékocskát, és egyedül Monikáról látták, hogy Monika sír. És oda mentek hozzá, Monikám, tehát mi a baj? Na, más, megvan a számla, kicserélj kisebbre, vagy nagyobbra. Hát mi? És akkor, de miért sírsz? Azt mondta, hogy hát Bandi. És akkor kiderült, hogy az apának való engedelmesség mellett létezik egy magasabb licit, amely győz. És ennek vagyok a haszonélvezője, én 16 évvel és egy negyed évvel fiatalabb, mint én. És amikor aztán utána már rohomba, szeptemberben össze is házasodtunk. El kellett menni a János kórházba, akkor volt egy ilyen faggatás, hogy valami hosszú évet kitöltöttek, nagyon sok kérdés volt, volt a családban valami ilyen beteg, olyan beteg, stb. És egy nagy teremben, az egyik sarokban engem faggatott, egy ilyen fehér köpenyesült, a másik sarokban meg a mennyasszonyomat faggatta, és végén volt egy ilyen kérdés, hogy és hány gyermeket szeretnének? Mondtam, csendbe, meg ne hallja a mennyasszonyom, 4-5. Négy, 5. És akkor jöttünk kifelé, és kérdeztem a mennyasszonyomat, hogy kérdezték tőle, hogy hány gyereket szeretnék? Azt mondta, hogy igen, kérdezték. Na és mit kérdeztél? Kérdeztem én. Hát, de te mit kérdeztél? Tehát én kérdeztem előbb, te mit kérdeztél? A végén kiderült, hogy 5-5 mondott, és én még 4-5. Oké. Tehát itt már majdnem meg is érkeztünk a következő ponthoz. Én felsorolok néhány nevet. Okay. Márton, Laura, Anna, Barnabás, Bertalan, Nóra, Bálint, Sarolta, Gáspár, Naomi, Virág, Botond. Mennyi volt ez? Ó, 12. De hogy megtapsolódnak, a feleségem nincs itt. Igen. Tehát még hozzátenném még azt, hogy az esküvő volt szeptember 6-án, mondjuk. Szeptember 6-án. És az első gyerek megszületett június 23-án. Fejszámolás. Megint. Örömmel, akinek nem jött össze a matematika, hogy 9 hónap és 2 hét az esküvő és az első gyerek megszületések közé több mint 9 hónap közé került. Hát így alakult. Így és meg ráadásul az volt, hogy megszületett, a következő évben született egy kislány is, volt a feleségemnek egy spontán betélése, és akkor kimaradt egy kis idő, de 81-82-ben az 5. gyerek is megszületett, és utána nagyon boldog voltunk, hogy vége, meghallgatta az imánkat, 5 gyerek megvan. Így a listet, ahogy a gazdasszony, miután meggyújtott, leporolta, kész. És utána az volt, a következő volt, hogy valamelyik mondta a feleségem, hogy apcikám, hozz csak a naptárat. Hoz a naptárat, és attól kezdve mindig jött egy utolsó gyerek. De amikor tudtuk, hogy nincs visszaút, mindig nagyon boldogok voltunk. Egyedül szegény apósom, az engem kárhoztatott, hogy én vagyok egyedül az oka a dolognak. És a végén már nem ismertük szegénynek elmondani, ha jött újabb baba. Egyszer volt az, hogy a feleségemnek a húga
is ki volt írva egy időre a feleségemmel szülni. És az apósomoknál voltunk, és a húgát úgy hívták, a beszélgetés, hogy tücsök. És akkor tehát nem mertük már elmondani, mert bosszantott a hír az szegény apósomat is, sem nyugosztalja. És az volt, hogy mondtam az apósomnak, hogy na apu, tudod, tücsök kisbabát vár, és lesz már 16 unokád. És az após ilyen, hát igen. Nem 15? Nem 16. Ez már az én pofátlanságom volt. Gyorsan rágyújtott, elmondta, hogy milyen hibák származhattak. Na, lényeg az, hogy így alakult a mi családunk. Na. Jó hálaadással fogadni a gyermekeket, és nagy példa továbbra is, még nagyon sok kérdés lenne, amit föltehetnénk, de... Jelenlévőket kérdezik. Igen. Még mielőtt a jelenlévőkhöz térnék. Egyszer belehallgattam az egyik interjúba, és megkérdeztek az élet célodról. És nagyon tetszett nekem, amit elmondtál. Lehet, hogy nem ugyanaz jut eszedbe, de én úgy gondolom, hogy van egy bizonyos célod, ami nagyszerű. Hogy tudjam már meg? Mondjon már. Mi? Tényleg, mit mondtam? Nem emlékszem. Valamit mondtál az ittenire, és valamit mondtál az ittenin túlira. Igen. Hát azt velem gyakran meg... Jó, oké, ha nem emlékszel, semmi baj. De egy nagyon kedves éneknek a szövegével mondtad el a jövendőt. Az ittenit valahogy olyas formában, hogy itt Isten dicsőségére akarsz élni. Nem a te kezedben van az idő, és ott majd valami más lesz. Hát elképzelem, hogy ezt mondtam, de emléknyom nincsen. Nem. Emléked nincsen, nem baj. De akkor elmondhatod a saját szavaiddal most, hogy hogyan tekintesz a jövőbe? Hullámzó. Majd ami ma a világban van, az embereket tanástalanná teszi. Olyan sátáni igyekezették a tanúi vagyunk a világban, nem is akarom kimondani a kulcs szót, mert már a mindenhonnan ez a tragédia kerül említésre. Én szerintem egy sátáni tervnek a megvalósulása, amit éveken keresztül kellett előkészíteni, hogy legyen és hogy legyen a világgal. És én nekem az a gyanúm, hogy az egész igyekezet ezzel a sátáni terv megvalósítási szándékkal, ennek a lényege az, hogy az utolsó keresztényt is kinyírni. Igen, ezen a végén. És amit tett van, hogy bemérték az emberek, valaki bemérték, hogy milyen terveket lehet megvalósítani. A sátánt nem lehet kihagyni ennek a kérdésnek az elemzéséből. És ha embereknek nincsen közük a teremtőjükhez, akkor a sátánnal nem tudok mit kezdeni, mint a napos csibét eltaposnak bennünket. Egyetlen menekülés lehetőség van Jézushoz szólni, és könyörülni, hogy megadom magam, megadjuk magunkat. Hibát követtünk el, nélküled éltünk, nélküled döntöttünk, hibát követtünk el, kilátástalan a helyzetünk. Bocsáss meg nekünk, és könyörülj rajtunk, ameddig nagyon sokan nem fognak így kiáltani az Istennek. Most mi van? Az Isten fülen lefelé Magyarországról hall valami kis hangocskákat, de az, hogy az embereknek a százezrei, milliói forduljanak a teremtőjükhöz, annak nem látom nyomát egyenlőre. Igyekezek, előfordulnak, és drukkolok, és szorítunk, hogy ne kerüljön bele az ország ebbe a csapdába. És ez a csak egy lehetőség van, ezt a bevallást megtenni.
Bocsáss meg, könyörülj rajtunk, hibát követtünk, be kell mondani az aláz. Ezt alázattal nélkül nem lehet alázat, amit említem, az méltósággal is párosodik. És csak ezt tudom mondani, hogy ez néha rátelepszik a agyamra, lelkemre, ez a mondhatni kilátástalanság. Kilátástalanság mindaddig, ameddig nem jön meg az emberekbe a belátás. Zsoltárok 49. Igen. És kétszer, egy részen belül, kétszer is ugyanaz a vers ismétlődik a 49. Zsoltárba. Ez a belátás. A kevés emberben nincsen belátás. Megoldom én azt magam is. Nem lehet megoldani. Nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Talán van valakinek kérdése, és utána még egy-két szót én is szólnék. Igen, János, testvér. Én 16 éves voltam akkor, amikor ez a Müncheni olimpia volt. Bele a mikrofonba. 16 éves voltam, amikor ez a Müncheni olimpia zajlott. És soha nem fogom elfelejteni. Az a szovjet futó, hogy hívták? A hallásom is rossz. Tehát bele a mikrofonba, okay. Úgy. Jó, Anyischenko. Ugye elég komoly volt a hátrány, azt a futást, azt be kellett vinni akkor. Nekem olyan érzésem volt, mint később, hogyha ugye összerakom a képletet, az 56-os Melbourne-i vízilabda szovjet-magyar. Nekem Balca András az akkori vízilabdát jelentette. Köszönöm. Köszönöm. Ja. Isteni a dicsőség, csak ezt tudom mondani. Igen. Még valaki? Igen, tessék. Én csak köszönetet szeretnék mondani azért a sok élményért, emberileg, sportolóilag, amit az én számomra jelent. Ez a könyvem nekem nagyon-nagyon régóta megvan, és szeretném, hogyha dedikálná nekem. Végén. A végén, jó. Köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm mindent. Igen, nagyszerű köszönetet mondani. Igen, tessék, most oda már végképp nem ér el. Mindenkinek van valami hibája. Nagyszerű, hogy eljött Nyíregyházáról ide, illetve... Jó, nagyszerű. Jó. Családban valaki sportol? Családban? Ja, kérdés. Elkezdtek a gyerekek közül többen is sportolni, de aztán hála Istennek mindegyik abba hagyta, és kerékpároznak, futnak, úsznak,
de versenyszerűen nem, hála jó Istennek, mert az egy gyerekétől mindenki azt várja, felnőtt itt, meg edző, hogy na kisfiacskám, te is olyan jó sportról leszel, mint apuka volt, és a gyereknek legalább 5 bébét kell nyerni, mert ha 4-et nyer csak, akkor mondják, degenerálod, a ágba kerül, csak 4 bébét nyert. Tehát túl nagy elvárás szakad a gyermekeimre, ami teher nekik. És hát csak azt tudom mondani, hogy olyan vagyok egy kicsit ilyen szempontból a családban, mint elefánt a porcelán üzletbe. És hát örülök, hogy testedzést végeznek, de versenyszerűen nem sportolnak, és nagyon örülök neki. Nagyon szépen köszönjük. Úgy lett volna szép, ha mi is egy külön díjat létrehozunk Balczó András részére, az életmű díjat átadták. Én most csak annyit tudok mondani, hogy egy pici kis ajándékot adunk át egyszerre egy könyvvel. Gyakorló nagypapa is vagy. 9 unokád van pillanatnyilag? Igen. Ebben most éppen egyek vagyunk, nekünk is 9 unokánk van, de neked nagyobb az esélyed, hogy tovább haladj. És ezt a kis kedvességet pedig majd a feleségednek visszük el, tehát ez egy kis virágdísz. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb díjat kapunk, és az igazi díj ez lesz, amikor az Úr Jézus Krisztus azt mondja, jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be Urad ünnepi lakomájára. Ez a Máté Evangélium a 25. fejezetének a 23. verse. Te elindultál, a futásodat végzed, és a Biblia szól erről a futásról, és hadd adjam ezt az ige verset, vagy ige szakasztot. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. András, te mind a kettőben példa lettél előttünk, te nem csak itt a földi életben futsz, hanem az örök élet felé. És erre szeretnénk meghívni minden szeretettel, mindenkit szeretettel, aki itt van közöttünk, az örök élet felé futni. Akkor hagyd mondjak még annyit, hogy én úgy tekintem magamat, mint egy eldobott kő. Valaki eldobta, az repül. A kő nem azért repül, mert szárnyai vannak. Én is egy eldobott kő vagyok, nem saját jószántamból pattantam fel, ezt a sorsot kap, de hogy a Szentírásban, meg Ószövetségben, hogy csak akkor vesd latra egy embernek az életét, ha meghalt. Tehát mielőtt meghalnék, olyan komoly, nem szabad komolyan venni a dicséretet, mert túl sokat írtál a javamra. Tehát ki tudja még, hogy bármikor el lehet bukni, mindenki el tud bukni, én is el tudok bukni, nem vagyok bebiztosítva. Ki tudja, hogy fogok egy-egy kísértésben lábon maradni. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy isteni a dicsőség, az eldobott kő, meg hát nem mutatja, hogy kis hülyek, le ott a földön, ti miért nem repültök. Nekem egy ilyen helyzet adott, és nekem az a dolgom, hogy az ajándékozóra rámutassok. Nem én, hanem ő. És erre igyekeztem, hogy mondjam, kísérletet tenni. Igen, és ennek örülünk is, és ez meg is történt. Ma este is a keresztre mutatunk Krisztusra, aki mindenek felett való. És hogy egy annyi ének, meg igevers, meg költeményt idéztél, itt van még egy ének, ami talán éppen részedre is, meg mindannyiunk részére iratott. Végig megáld a nagy tusát.
erőt, urad a Krisztusád. Nyerd el, neked mit félretett a koronát, az életet. A célra fuss, hogy mennybe juss. Ott vár reád az égi juss. Krisztus a cél, és ő az út, ki véle jár, az mennybe jut. Hát így imádkozunk érted, és minden kedves jelenlevőért nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat, eljöttél, hogy arra mutass, akitől kaptad az ajándékot, és ő teljesítse be a szíved vágyát, hogy egy napon vele légy. Ez az én vágyam is, és ez lehet mindannyiunk vágya. Hadd járjunk az ő útján. A gyülekezetünk is arra van itt, hogy hirdessük ezt az utat, és szeretettel hívunk, akik örömmel jönnek, hogy megismerjék ezt a Krisztust, aki Andrásért is annyi mindent elvégzett, értem is, mindannyiunkért. Ő elvégezte, és ő él. Isten van, és ez azt is jelenti, Isten él. És olyan jó, hogy vele járhatunk. És ha vannak férfiak, akik szeretnének még becsatlakozni, akiknek reggel 7 óra, havonta egyszer nem túl korai, és meg tudják tenni, vagy éppen eljutnak Siófokra, hívjuk őket szeretettel, a többieknek pedig más alkalmakat kerítünk. Isten áldását kívánjuk, és meghívnám még a gyülekezet pásztorát, Flok Gábor testvért, gyere, és imádságban adj köszönetet még az Úrnak. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy most itt lehetünk a te házadban, és ha jó volt Balcó András testvér bizonságtételét hallgatni. Köszönöm neked azt, hogy ő a te gyermeked, és köszönöm neked azt, hogy minden szó, amit elhagyt az ő száját, rád mutatott, és gyökeres volt, és hiteles volt. Kérlek, Uram, hogy áld meg továbbra is az ő életét, az ő családját, szeretteit, és kérem a te áldásodat mindannyiunk életére, akik most itt lehettünk. Kérünk, Urunk, hogy vigyázz ránk, és őrizd minket a te kegyelmedből. Köszönjük neked ezt az estét. Amen. Akik az ajtón jöttek, belátták, hogy ott néhány asztal föl van állítva, sőt, az asztalokon poharak is vannak, innivaló is, sőt, úgy gondolom, hogy leterítve sütemény is. Úgyhogy szeretettel hívunk még egy kis beszélgetésre, közösségre, ezzel hozzátartozik még. Úgyhogy akinek nem túl sürgető, holnap ünnepnap van Magyarországon, tehát akkor maradjunk még egy kicsit. Van még egy szabad? Végez. Eddig volt bőven. Nagyon szépen köszönjük.